A tavaszi nagytakarítás időszaka általában a húsvétot megelőzően érkezik el. Ilyenkor kerül kerítésen kívülre mindaz, amire már nincs szükség, ami lom, ami hátráltatja a megújulást. És nem csak a háztartásokban van itt a nagy takarításnak, lomtalanításnak az ideje. Így aztán a hagyományok a szíven bátaszék egészére kiterjedően fognak össze a lakosok, hogy szebbé tegyék a környezetüket. A hagyományai azt mondatják velünk, hogy minden esztendőben a civil szervezeteket, alapítványokat, egyesületeket, illetve a hagyományőrző csoportok tagjait hívjuk meg a városi szemétszedésre, illetve hulladékgyűjtésre, de ebben az esztendőben, ahogy ez megjelent az áprilisi Cikádor újság hátlapján is, nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a civilek is megmozdulnának egy kicsikét, és kifejezetten egy ilyen felszólító vagy kérő jelleggel az újság hátoldalán olvashatják, hogy aki teheti ezen a napon, a szombati napon a háza környékét tegye rendbe egy kicsikét, akár a kertet, a virágos kertet, a kerítés környékét, vagy hogyha akad egy-két eldobott hulladék vagy szemét, akkor azt szedje föl, hogy ezzel is szebbé és tisztábbá varázsoljuk Bátaszéket, de elsősorban a civil szervezeteink képviselőit, tagjait várjuk szombaton a várostakarításra. A munkák koordinációját a Bátkom Kft. Munkatársai végzik karöltve a Bátaszékért Marketing Non-Profit Kft.-vel. Ők azok, akik biztosítják a résztvevőknek a gumikesztyűt, illetve mi vagyunk, akik nyilván egy kis rágcsálnivalóval, illetve innivalóval járulunk hozzá, de egyébként meg szintén több éves tapasztalat, nem is kell már mondani, azoknak, akik segítenek, hozzák a saját kis eszközeiket, amelyekkel össze tudják szedni a szemetet. Zsákokat is biztosítunk természetesen, azokban szedjük csoportokban össze a szemetet, és lerakjuk gyűjtőpontokba, amelyekről majd a Bátkom Kft. Munkatársai elszállítják ezeket a zsákokat. Meghatározott gyűjtőpontok azok nincsenek, mert hogy igazából a tavaly előtti tapasztalat az, hogy vannak gócpontok, ahol mondjuk lehet, hogy összegyűlik, teszem azt a benzinkút mellett, 3-4-5 zsák szemét. Akkor természetesen ezeket összegyűjtjük, egy helyre lerakjuk, és hogyha összegyűlt több zsák, akkor ezt elszállítják majd a munkatársaink. Várjuk tehát azokat a civil szervezeteket, akik még jelentkeznének, erre van lehetőség, keressék meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház munkatársait, és mi fogjuk beosztani ezeket a csoportokat, és április 9-én, tehát szombaton 9 órakor startol a város különböző helyszínein és közterületein a hulladékgyűjtés, illetve a szemétszedés.